Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán! Mindjárt ilyen a luk. Hetes gomb, pillanat, srácok, összeszedem a gondolataimat. Hú, de jól néz ki ez a malom. Ez nagyon tuti, hány óra van? Hú, megint kezd lemenni a nap, nem? Vagy feljött egyáltalán? Ja, arra megy le. Úgyhogy akkor még dél sincs. Hú, jól néz ki ez a malom, még nem láttam így életnagyságban. Ez elvileg mozog akkor, amikor majd működni fog? Lehet, hogy ugye? Na, mik a tervek mára? Ja, és egyébként néztem a kommenteket, most szándékosan vártam annyit, hogy ugye kommenteljetek, hogy tudjam ugye, hogy mit írtok, hogy milyen tanácsokat adtok ez miatt, tényleg megvártam. És igen, ott a 17.50 körül, vagy mikor volt? Ott tényleg volt egy démon, és én meg elsétáltam mellette. Na nézzük, kellene épp ki. És akkor lehetne még csinálni ilyen dolgokat. Haj kell hozzá, meg flax. Hát ezt megcsinálom, gyerekek. És akkor megnézzük, hogy milyen bovot tudok csinálni, vagy pedig ilyen szerszámocskákat. És akkor megtámadjuk, ahogy mondtam. Ja, meg chestet kellene csinálni, chesteket kell csinálni. Kipakolom a cuccokat, és akkor, hogyha meghalunk, akkor sincs gond. Bemegyünk a városba, és lesz egy kis akció ebben a részben. Meg még mit szerettem volna csinálni? Ja, armort én nem csinálok szerintem. Csinálunk fegyvert, aztán megpróbálkozunk bele. Viszont chestet jó lenne csinálnom. Nézzük, hogy milyen chesteket tudok. Aha, ez milyen? Steel, hát ilyen nem lesz, ez biztos. Iron, ilyen nem lehet. 26-os, úgyhogy egy ilyet csinálunk. Craft, ez is dolgozzon, az is dolgozik, minden dolgozik. Ez meg mindjárt felfejlődik. 5, 4, 3, 2, 1, és megnézzük, miket lehet craftolni így. Jó. Hol vannak a fegyverek? Ó. Ja, hát ezt én most ilyen targetet nem csinálok, természetesen. Aha. Ennyi. Hú. Volc. Volc az hol van? Arrow. Ez se, nem ez kell. Ez kellene. Steel. Hú. Steel nem fogok tudni csinálni. Iron tudnék csinálni. Aha. Ilyen kellene nekem, gyerekek. Hú, ez kell steel. Ilyet nem fogok tudni csinálni egyelőre. Mondjuk steelt azt tudnék csinálni. Kell hozzá, ugye. Kellene egy darab steel. És akkor tudnék csinálni egy ilyen nyílpuskát. A gyerekek, rá kell függni mégiscsak erre a steel csinálásra. Azt hiszem, hogy itt lehetett készíteni. Igen, ez kellene nekem. Olaj kell hozzá. Kell hozzá olaj. Azt elfelejtettem, azt hittem, hogy csak ide a szén kell hozzá, meg iron. Na, de mindegy, gyerekek. Akkor el kellene mennem, szerintem elmegyek olajért. Elvileg azt írtátok, tök jó, hogy mindig segítetek, az különben annyira jó. Hogy nézzük meg, hogy mennyi ironom van. Semennyi ironom nincsen már, ezek már nem sülnek ki. Mivel az miatt nem sülnek ki, mert nem elég. Úgyhogy el kell mennem bányászni. És el kellene menni olajért. Akkor első lépésben az lesz, srácok, elmegyünk olajat szerezni. Írtátok, ja, ahogy írtátok, hogy a mocsárban van olaj. Oda menjek el, aztán akkor mindjárt tudok szerezni. Úgyhogy ezt követni fogom. És még ráadásul kell majd szereznem iron még, hogy ugye tudjak csinálni, ironból lehet steel csinálni. Úgyhogy az is kellene nekem. El nem tudtam volna képzelni, hogy honnan szerzek olajat. És akkor kiderül, hogy mocsárból. Én szerintem láttam azt az olaj lelőhelyet, valami fekete, és az egyik részben én féltem tőle, és nem mertem közel menni. Úgyhogy jó nagy faj volt. Itt valahol középen én láttam egy ilyen fekete valamit, ilyen félhomály volt, és akkor ott paráztam, hogy hú, én nem megyek közel, nem megyek közel, mert biztos, hogy valami démonok vannak. Aztán nem. Hogy mi ez? Ó. Mi az árnyék? Ez árnyék, vagy mi ez? Árnyék. Azt hittem, hogy olaj volt, vagy valami ilyesmi. Na, honnan lehet olajat szerezni, gyerekek? Azt mondtátok, hogy itt van. Na. Semmi.
Miért nem találok? Jaj, most csalódott vagyok, gyerekek. Hol van az olaj? Hol van az olaj? Nincs. Ott van, az lesz, meg az lesz. Igen, és ez volt az, amitől paráztam. Ezek a valamik itt. És mi ez? Megy le a nap? Áj, ne, megy le a nap megint, gyerekek. Mindegy, úgyis kraftolnunk kell. Ezt hogy tudom kinyerni? Kinyerni. Ezt 10 évvel kéne, nem? Csákánnyal. Ó! Ez nagyon durva, 8-at kiszed. És hogy akkor ezt elpusztítjuk, az összes olajat összeszedjük, és olajból tudok csinálni mást is. Olajból tudok talán lámpát, nem, ahhoz fett kell, ugye? Jó, és akkor menjünk a következőhöz. Volt itt több is, ugye? Ott volt, ott arra. Van ott még, és akkor összeszedem az összes olajat, és akkor nekiállunk acél dolgokat csinálni. Bár aztán lehet, hogy tudnék, készíthetnék magamnak egy egész szármorszetet is, nem, gyerekek? Egy ilyen stíl, és akkor legalább úgy néznénk ki, mint valami értelmes lovagok, nem úgy néznénk ki, mint valami földművelő paraszt. Milyen hangja van? Nagyon durva. Mennyit szed ki így, hogyha nem amortizálódva? Egyet. Hát akkor nem szedünk egyesével. Na jó, ezt még kiszedem, és akkor megyünk. Gyerekek, mocsárba építkezni, az se lenne gyenge, nem? Ilyen izé, ilyen kaibát. És írtátok azt is, hogy közben itt szedem össze a gondolatokat, meg így próbálok rájönni, hogy miket írtatok, hogy ne építkezzek dombra, mert szar lesz ott. Hogy ilyen sík terepen próbálkozzak meg. Hát, megmondom őszintén, nekem nagyon tetszene az a dombos rész, hogy ellátok mindenhova. Úgyhogy lehet, hogy inkább maradok ott a domb környékén. És akkor oda fogok letelepedni. Ja, megírtátok még azt is, hogy figyeljek arra, hogy nem nagyon fogok látni semmit bent a városba, mivel ilyen félhomály fog rámereszkedni, úgyhogy erre is figyelünk majd. Ez a mocsár, ez tök jól néz ki. Az micsoda? Ott egy madár. Madarat is le lehet lőni, vajon? Fetet hogy lehet szerezni? Azt írjátok meg, srácok, hogyha valaki tudja. Hogy mégis az, hogy működne, mert fett kellene ugye például ilyen kis lámpáshoz, tudjátok melyik ez. Milyen franc, hol vagyunk? Jó felemegyek, tök jó ez a tájékozódási pontnak különben ez a nagy vár, amúgy meg tök eltévednék. Ja, és megint kezd vita kialakulni, hogy a Rust és a eszközöt, hogy melyik jobb, meg melyik nem jobb, nem akartam én vitát szítani. Igazából én csak annyit akartam elmondani, ugye, hogy nem is az, hogy a... Ó, várjatok? Ilyen földet lehet, hogy kéne ütnöm. Ütök ilyen dörtet, ez is jó valamire. Ja, meg írtátok, hogy ne futkozzak éjszaka, mert vérfarkasok vannak a széttépnek. Úgyhogy azt jó lenne gyorsan hazaverni. Jó, megyünk haza. Nem is azt akartam mondani, hogy ez jobb, mint a Rust. Hanem azt akartam mondani, ugye ezzel az egésszel az volt a lényege, hogy kevesebb idő alatt több dolgot tudtak itt belerakni ebbe a játékba, mint például a Rustba. Na, hú, de jó, hogy hazaérek. Olyan kellemetlen itt a sötétbe mászkálni. Szuper. Jó. És akkor jöhet itt a kraftolás dolog. Ki kellene szednem a szenet. Megnézem a malomhoz mi kell. Dirt kell, meg water, és akkor lesz ilyen, nem? Jó, oké. Okay. És akkor tudok lehet, hogy kenyeret sütni, úgyhogy a water-t az kellene erőltetnem. Ki kell szednem a szenet. Minél több szenem legyen. Jó, hát ezt most elfelejtettem, hogy iron-om meg nincsen, jó. Jókor jut eszembe. Itt is van szenem, és akkor felét feláldozzuk vízkészítésre, ugye kell ehhez. Ha jól tudom. Igen, aztán nem vágom gyerekek, hogy ja, hogy ezzel pucoljuk meg, mondom, miért kell a széna izője, ez a vízhez, aztán írja is, hogy ezzel tisztítja meg a vizet. Úgyhogy akkor csinálunk vizet, és akkor a maradékot meg felhasználjuk acél készítésére. Acél az meg itt lesz. Kicsit sötét van még mindig, még jó lenne egy-két fákját készíteni, de nem... Ó, van. Azon gondolkozok, hogy ez a fákja az rohadt rossz helyen van. Ez jó lenne átrakni. Nem tudom felrakni annak a izének a falára. Ennek.
6-os. Valami zörög, az tök idegesít. Uvaj. Para van. Mi zörög? Ja, kutam. Basszus, ilyen tök szar hangja volt. Valahol fel kell rakni, csak nem tudom, hol lenne, hogy legyen valami fény. Ide átrakom, hogy meg megint végképp nem lesz mi. Hát, de jó néz ki. Csak be kéne gyújtani, várjátok. Tüzelőanyag? Nincs tüzelőanyag? Nem. Ja, nincs neki. Kapunk bele, gyerekek. Azon nem olyan. Jó, hát akkor innen meg van világítva. Hát az a baj, hogy össze-vissza van minden, úgyhogy legközelebb már jobban figyelünk rá, hogy normálisan nézzen ki az épületek együttese. Akkor... Ja, ezt akartam. Hogy álljunk neki csinálni Steel-t. És azt nem itt lehet, de itt lehet. Itt lehet valahol, hol van? Itt van. És akkor Iron kellene hozzá. Ja, hogy nem is izé kell hozzá. Nem Iron ingot, hanem sima Iron. Abból van egy-kettő darab még talán. Ja, hogy nem kell kisütnem. Ó, basszus, francba. Mindig írjátok biztos ilyenkor, hogy hülye vagy. Csinálj már valami értelmeset is. És akkor tudok ebből csinálni én egy pár darabot. Sőt, sokat. 21 darabot ilyet. Craft. Tökéletes. És akkor nézzük, hogy mit kellene még készítenem. Úristen, ez mennyi szerszám meg fegyver? Nem volt ez ennyi régebben is? Na, menjünk vissza íjászkodni, a srácok, csak ezt készítse el. Oké, és akkor ilyen kell hozzá nekem ahhoz, hogy... Pillanat. Várjátok, nem itt kell Steel csinálnom? Ilyen. Ó, jó lesz ez. Ó. Steel. Hát ebből hogy lesz ez, gyerekek? Ez ugye, ez csak ilyen... valami. És akkor ebből kellene, ezt kiveszem innen. Ne zavarja a képet, van tüzelőanyag ugye, mert működik is ez az egész talán. És most gyújtottam be. Jó. És akkor ebből lesz talán valami. Ja, itt van, igen. Jó, oké. Akkor ezt megvárjuk. Meg akkor megnézzük itt a dolgokat, hogy mit tudnék. Tényleg mit lenne jó? És itt, gyerekek. Erre kéne nyomnom. Céltábla, ennek mi értelme van? Úristen, mennyi ízét. Ha a 200 darab ízét szalmából készül, ez mi ez? Egy bála? Egy ilyen körbála? Na, ilyet akarok csinálni. Ezt kellene nekem egy steel ingot, úgyhogy ez mindjárt meg lesz, és akkor el tudom készíteni, és akkor utána készítünk hozzá, ehhez bolt kell. Bolt. Az a lőszere. Tehát, ezt például steelből tudnék csinálni, meg az arrow, bolt. Az egy van, csak steelből tudok csinálni. Az csak steelből lehet. Ez mind arrow, steel bolt. Basszus. Hát ez nem túl jó. Ugye íjhoz tudnék használni mást is. Például fából is tudnék készíteni. Úgyhogy lehet, hogy egy íjat is össze kéne dobnom, gyerekek. Egy íjat azt meg is tudok csinálni. Kraftoljuk le, aztán megnézzük, hogy mi van. Oké. Okay. Mennyi kacat? Ja, meg csináltuk ládát is. Kicsit összeszedetlen vagyok. Ne haragudjatok, tényleg itt azt sem tudom, mit csinálok. Ezt nem tudom, hogy beberakni, de jó, oké. Okay. És akkor rakjuk le a ládát. Mondjuk ledobom ide. Valahova. 7-es. Úristen, mekkora. Basszus. Hova a francba rakjam már ezeket a szarokat, gyerekek? Ide mellé. Szatalmas. Jó, rakom ide, hát nem tudom. Hova rakni meg? Ez iszonyatosan nagy ez a láda. Ja. És akkor ebben legalább le tudom pakolni ezeket a kacatokat. Ezt is.
Ezt nem, ezt igen, ezt igen. Nem akarok eldobálni semmit, aztán azért így jól, hogyha nálam van. Ez a csákány, ez marad, ez a kötél, ez nem kell. Dört, az marad. Beriket lehet, hogy meg kéne ennem majd. Flax. Hát ezek egyelőre maradnak. Aztán majd kipakolok, csak egyelőre legyen meg a kraftolás rész is. Itt szerintem megcsináltam a bovot. Jó. És akkor mondjuk rakjuk a hármasra. Nézzük ezt, hogy néz ki. Aha. Ez tuti. Zoomolni nem lehet vele, jól van. És akkor csinálhatnák néhány nyilvesszőt, és akkor gyakorolhatnák, ugye, gyerekek. Nyilvessző, lehet ugye. Nyilvessző egy csomó fajta van. Például van ilyen, ami sima fából van. Ja, meg toll is kell hozzá. Ha, toll az mindenképp hozzá. Aha, van ilyen is. Stone Arrow. Azt nézem, hogy az mind a kettő 9 sebez. Akkor ebben mi a poén? És van ilyen stíl. Ja. Nem sok értelme, ha megcsinálom ezt a nyílt puskát, nem? Long Ranger. És az így? Long Ranger, az is. Bolt az mekkorát sebez? Mi az 11-et? Hát, szerintem az így-nál maradok, gyerekek. És ezen ennél, a Stone-nál. És akkor van tollam nekem, szerintem, ládába. Hú, hol a tollam, gyerekek? Itt van. És akkor tudok csinálni egy csomó nyilvesszőt. És a steel-t akkor fel fogom használni inkább armor készítéséhez. És ilyen stone, hol van? Stone. Stone arrow. És mennyit tudok csinálni? Tudok egy párat, ugye? 15-öt. És lehet, hogy nem is egy jön ki belőle. Ne, egy jön ki. 30, 10 gear darabjából, úgyhogy lesz egy csomó ilyen gyerekek, vagy nyilam. Nagyon tuti, és ezt nem kell ugye semmit csinálni vele, ez alapba működni fog. Mármint nem kell beraknom slotra. Nagyon fain, nagyon fain. Oké, nagyon sok lett, mennyi? 100? 100 fér egy slotra, 140 darabom van. Közben meg kivilágosodott. Nézzük meg itt a vizet. Mennyi vizünk van? 8 darab vizünk van. Oké. Iszunk egy kicsit. És akkor csinálunk egy olyat. Nem valami túl sok vizet termel. Csinálunk egy olyat, hogy kipróbálom ezt a szélmalmot, hogy ez elindul-e, vagy mit csinál, hogyha rakok be neki vizet, meg dörtöt. Hogy elvileg abból lehet készíteni valamit. Na gyerekek, akkor rakjunk be ezt, meg dörtöt, ugye? Nem clay, dörtöt. Csak elvileg ez most működik. Wow, és animálva van. Gyerekek, mondjátok, hogy nem kurva jó ez a játék. Ez csúnya volt, tudom, bocs. De ez rotteltesen jó. Na, fel vagyunk fegyverkezve. Nézzük meg, hogy kisült-e már a kalácsunk. Steel ingot. Ennyi készült ebből a sokból. Hát ez nem valami nagyon sok. És akkor nézzük meg, hogy ebből mit tudnék csinálni. Elvileg valami ármort, vagy valami, csak valami cipőt legalább, hadd csináljak már. Úristen, hát ez rengeteg kell. Na jó van, akkor itt hagyjuk ezt az egészet szerintem. És ezt fel tudnám még jobban, nézzétek, fejleszteni, hogy még jobb ármorokat, meg még jobb kovácsolt vas cuccokat tudnék csinálni. Fú. De ma nem fogunk ezzel foglalkozni, hanem ma azt fogjuk csinálni, gyerekek, hogy elmegyünk. Tudjátok, hova megyünk? Én tudom, hova megyünk. Elmegyünk. Kalandozni. Ez mi? Olaj. Mihez kellett az olaj, gyerekek? Valamihez kellett. Ja, tudom, hogy mihez kellett az olaj. Jó, oké, akkor ezeket kiraktam. Ennyi maradjon nálam, a többi az nem fontos. Kipróbálok egy lövést, hogy akkor ez működik-e ez az I3-as gombon. Mondjuk. Hú! Ez meglepően pontos, srácok. Ezt jó idekentem. Ez nagyon durva. Ez nagyon pontos, gyerekek, ez nagyon jó ez az I.
Kaját is kiraktam? Nem, van ilyenem. Ezek berit, az ugye mindent tölt. Italt is, meg kaját is, úgyhogy akkor most húzunk is. Nagyon durván ki van épülve, bár ez a bális gyerekek. Van itt minden, mint a búcsúban. És itt ez Barry, ez mindig újra nő. Nagyon jó erre épít. Nagyon jó helyre raktam be ezt a kezdőhelyemet. És tök jó gyerekek, megy a szélmalom. Hát ez nagyon, olyan tuti jól fog kinézni ott fent az a domb, amikor tele lesz szélmalommal, meg mindennel. És abban bízok egyébként, hogy remélem, hogy most tényleg mentett a játék. Na nézzük meg, hogy ez mi lesz belőle. Ez lesz belőle. És akkor valószínűleg elkezdek tudni sütni ebből valamit. Csak nem tudom, hogy hol. Valószínű, hogy bent a tűzhelyen, ugye? Gondolom kenyér lesz belőle. Na jó, ezt bekajálom, ezt a sok kizéberit. És akkor húzzunk bele, igaz, armorunk nincs, de megnézzük ezeket a démonokat. Srácok. Kíváncsi leszek rá. És tényleg basszus, ott sétált ezelőtt mellettem, és nem vettem észre, ilyen hülye. Pedig még írtátok is, hogy úristen, azt hittem, hogy megtámad, meg ilyeneket. Én meg észre sem vettem, ti meg észreveszitek úgy, hogy ilyen videóban. És ezzel tök jó vadászni, gyerekek, ez tök pontos ez az íj. Csak nem tudom, nyilakat össze lehet-e szedni, de végül is annyira nem is pontos. Ezt a 100 darabot ja, ide akartam rakni, csak az miatt, hogy lássam, hogy hány darab van vissza, de 140 darab biztos elég lesz. Nem tudom, hogy egyáltalán ki fogjuk-e addig bírni. Közben gyűjtögetek, nem gyűjtögetek, megyünk. Megyünk, aztán pusztítunk, meg lootolunk, meg minden. Nem tudom, mennyire kemények ezek. Meg nem tudom, hogy ezek távolsági támadással támadnak, vagy nem. Azok az, úgy utálom az ilyen játékokat, már én nem utálom, hanem szokatlan, hogy nem lehet rámenteni. Ugye például azt csinálnám ilyenkor, hogy F5, és akkor bemegyünk, mint például a Stalkerbe. Hát itt ugye azt nem fogom tudni megcsinálni, hanem neki fogunk ugrani itt a dolognak. Ezen az úton ezt fel tudok menni oda a vár tetejéig, nem kéne így átlósan elmenni. Tök jó lenne, úgy csinálnak meg, mint a Donstert például, hogy tudnék olyat, hogy gyorsabban menne. Kicsit visszafogottabban kéne menni, ezelőtt itt volt az a démon, ugye? Nem tudom, hogy mennyire veszélyesek, gyerekek. Úgyhogy nyissuk ki a szemünket, ezelőtt tényleg bénán csináltuk. Hol lehet egyáltalán bemenni? Na jó, most a futást azt hanyagolom. Nem tudom, lopakodás mennyire hasznos ebbe a játékba. Démont láttok, sikítsatok! Egy csomóan észrevettétek, az a durva. Hogy nem csak egy ember írtok, hanem né, ott volt egy ember. Ott volt egy ember, így írtátok. Marhára figyeljünk. És megint nem veszem észre, az nagyon ciki lesz. Itt lesz a főbejárat szerintem, gyerekek. Úgyhogy itt fogunk próbálni bemenni. Ott egy szarvas. Kicsit rám ijesztett, és ott az. Ott van, gyerekek, valami. Kár, hogy nem lehet zoomolni. Az mi a szar? Egyáltalán hogy néznek ezek ki? Kimegyek az útra, mert nem látok semmit. Nagyon bízom benne, hogy nem lőnek. Mondjátok, hogy nem lőnek. Azok ott még szarvasok, ugye? Oké. Az előbb itt volt egy, hol van? Ugye nem tudnak ezek láthatatlanná válni, meg ilyenek. Ott van, mi a szar az? Mik ezek? Hú, hát ez nem ment el addig. Csak újra kell gondolnom itt az íjászatot. Ezt megint nem találtam el. Hú, és tényleg köd lesz. Gyerekek, ezt meg eltaláltam. Uaaaah, meddig bírja ez? Megbukott megint. Azt a rohadt életben, ez hogy néz ki? Ez belassult. Fejlővés, headshot. Basszus, mennyi HP-ja van ennek? Asztal, ide fröccsönt a vére. Dögölj meg!
Gyerekek, ebből mennyi van? Ez brutálisan. Sok HP-ja van. De ez nagyon durva, hogy belassul, ez nagyon tetszik. És nekem... shit, meghalt, ugye? Meghalt? Mit lehet belőle lootolni? Lehet belőle valamit? Elroot. Hú, van nála egy sisak! Srácok, és mi ez? És volt nála, vannak cuccok nála, nagyon tuti! Wow, ezt meg kell néznem, srácok. Volt nála egy sisak, egy steel sisak, ugye? Ó, hát ez nagyon király! Mi volt ez a... Mi volt ez az örgés? Konkrétan volt valami hülye az örgés. És ezek mennyire sűrűn respawnolnak, gyerekek? Meg mennyire sűrűn vannak? De ezek nagyon jó ide lejönni, farmolni, úgy látom. Mennyi kellett neki? 16 darab így. Hát olyan 12, mert 2-t elbasztam. Csúnyán beszélek, elnézést. Para van, és tényleg itt ködös az ködös dolog. Ködösítés van. Remélem, hogy annyira durván nem lesz. És nem tudom, hány óra van egyáltalán. Betörünk a faluba. Azt a de jól néz ki ez az egész. Basszus, nagyon-nagyon cool. Mi a szarért sebződünk? Gyerekek, mi miatt sebződ? Mondjátok meg, mi miatt sebződök itt. Itt még nem. Itt már igen. Nézzük meg. Bemegyek. Sebződök, mint az állat. Ez mi van itt? Mi van itt? Nem lehet lootolni valamit? Gyorsan, mielőtt meghalok, körülnézek. Ki kéne csalnom még egy ilyen rossz arcot? Hú, itt valami ízé volt, test! Hú, gyerekek, húzzunk a francba innen, mindjárt megbögünk. Ezt tudjátok mi? Ez szerintem valamilyen pestis járvány. Ó, imádom ezt a dolgot. Ha! Jaj, ez nem nagyon akar lelassulni, gyerekek. És ott is egy srácok. És most miért nem tűnik el a kör? Itt már régen eltűnt ezelőtt. Most nagyon beszaladtam ettől. Ezek nem nagyon akar lassulni. Úgy érzem, hogy ide potionöket kell gyártanom, mármint ilyen gyógyszereket szerintem, hogy folyamatosan toljam magamba, hogy ne rögöljek meg. Na jó, hát ez meghalhatna. Próbálom, nem tudom, mire lőjek fejre. 18-t sebez neki. Szív. Szívtájék 9. 18. Ilyen nyaki tájékon azért elég nél sebez rajt. Hát ez meg 7. Tökét. Lábát lőjem. Írtatok, hogy lőjem a lábát. Tökre megyünk, az 18-t sebez. Ez úgy mindig fájdalmas, biztos férfi. 27! A töke a legjobb, gyerekek! 36! Tökre kell menni, gyerekek! Hopp, ez már nem kell volna belőni. És mi ez? Diamond! Gyémánt! Ez mi ez, gyerekek? Gyémántot találtam. Mire jó ez? Nem szabad bemenni basszus, hanem itt farmolni kell ezeket egyelőre. És szerintem ide potion kell is nyomni agyba főbe, tudjátok, ilyen gyógyszer. Ugye ezt lehet craftolni, elvileg én láttam itt ilyen olyan dolgot. Itt a. Aha! Ilyen kell nekem kék potion, gyerekek, és akkor azzal nem sebződök oda bent. Hogyha az benyom 60 másodpercig, tehát akkor le kell gyártani egy jó párat. Szarvas, barvas, menj innen, ezt még le akarom farmolni, de mondjuk sötétedik, lehet, hogy nem kellene. Szarolt életbe, ez de gyors. Ez ilyen Enderman izék kiadásba.
középkori kiadásba. Na, tökre megyünk, elfelejtettem. Tökre 36 gyerekek, tökre kell menni. Mi a szor van? Mi az? Nem lő, miért nem lő? Tárazni kell, vagy mi a franc? Na, hely, nem lő, miért nem lő ez? Mi a szar? Na, végre. Jaj! Ágyéktáj. Minusz 18, figyeljétek majd, hogy milyeneket lő ágyékra. Minusz 27. Minusz 36, most megpróbálom a fejre. Jó, minusz 45, azért ez nem annyira fix a sebzés, ez lepattam szerintem. Jó, ezt kinyírjuk, azt húzunk haza, mert nagyon-nagyon veszélyes itt a környék. Na, ezt már nem kéne előre, jó, már mindegy. E betű. Ó, nem volt semmi. Nem volt nála semmi, megyünk haza a francba, mert meg fogunk dögleni éjjel. Gyerekek, kell csinálnom olyan potion, meg kell néznem, miből kell. Biztos valamilyen virág vagy ilyesmi. És akkor vissza tudunk jönni, és akkor végig tudjuk farmolni ezt az egészet. De ez eddig nagyon cool. Innen nagyon jó cuccokat lehet szerezni. Szereztünk egy sisakot, egy diamondot, amin a diamond az fogalmam sincs, hogy mire jó. Nem tudom, disznek vagy valami. De lehet, hogy például ilyen növényeket szerek, mert ez gyanús. Gyanús, hogy ezekből kell egyébként. Van-e több fajta ilyen, kettő fajta ilyen virág van, úgyhogy ez kettő potion. Ezekből lehet csinálni most már, tuti gyerekek. Jaj, de nagyon gyorsan mennék haza, most nagyon rám ijesztettetek, írtátok, hogy hogy ilyen vérfarkassal lehet éjszaka találkozni. Ezt most rá vagyok erre parázva, hogy menjünk. Ijászkodást nagyon szeretem minden játékban, ijász karakterek leszünk, el van döntve gyerekek. Remélem, jó fele jövök? Aj, haza akarok jutni, nem akarok sötétbe lenni. Kraftoljunk egy izét, fákját gyorsan, vagy mi legyen? Úgy rüellem a sötétet. Főleg ne írjatok nekem ilyet, hogy vérfarkasok támadnak rám éjjel. Ott a malom. Jó, de jól néz ki az a kis izé. Tök jó helyre telepettem le, azt tetszik. De azért a vár az máshol lesz. Ott mászkál valami, vagy mi van itt? Azt a rohadt életben az íjamnak, nézzétek az íjamnak a izéje itt a... Kilátszik. Így a... Föld fölött, látjátok? És azt hittem, hogy így jön keresztbe valami így. És én így húzottam, és akkor még az megjött még jobban. Látjátok itt ez? Ez az íjnak a hegye. Mindig arra megyem elején, ugye? Jaj, jó, végre hazaértünk. Ez ellen a sötét ellen kell valamit csinálnom. Fákját fogok gyártani az összes. Hoppá, leállt a malom. Megcsinálta a dolgokat. Körül megnézzük gyerekek, hogy mégis mit csinált. Van nekünk 7 darab ilyen izénk. És hogy ez mire jó? Ez... Azt írja, hogy ritka alapanyag kraftoláshoz. Hú, itt meg kialakult ez a fákja. Kéne bele dobnom valamit, ujjjjj, mit dobjak bele? Dobjuk bele flapsot? Előveszem a fát, aztán rakok rá. A rakok a tűzre, gyerekek, mert nem nagyon vagyok boldog, hogy kialudt. Fa. És akkor megpróbálkozok ezzel. Regenerálódunk magunktól? Vagy pedig kell majd kötöző anyagot csinálnom magamnak? Jó, rakok bele egy 5-öt aztán, vagy 4-et aztán, az elég egy darabig, elég szó szerint. Na srácok, akkor... Ez a, kíváncsi vagyok, ez a nyílveszi, az eltűnt innen? Eltűnt. Ahondom az örökké ott lesz, az úgy vicces lesz. Akkor próbáljuk meg ezt a sütést, hogy ez hogy működik. Hogy... Aha, ebből kíváncsi lesz, mi lesz ebből a búzából. Ezt ki is veszem belőle, és akkor be van gyújtva. Be van gyújtva a tűz. Na, most van begyújtva, ugye? Ja, ó, nézzétek! 1000 kalória, és még healing-gel is, mármint gyógyít is. Nagyon jó, ez jobban csökkenti az éjségünket, azt írja. Rohadt jó. És lesz belőle 7 darab kifli. Hát ez nagyon cool, gyerekek. Ilyen malmokat csináltok, és akkor igazából lehet, hogy folyamatosan tolni neki a tápanyagot.
meg ugye a víz kell hozzá, ugye kutakat csináltok többet, akkor az nyomja a kutat, és így minden így összefügg, és tök jól meg van csinálva. Egyébként magunktól regenerálódunk, látjátok, így megy felfele most minden. Például a felső testem az így már teljesen meggyógyult, és van egy sisakunk, marha jól nézünk ki egy vödörrel a fejükkön, viszont ez az íjászat, ez marhára tetszik, ez nagyon jó. Na, srácok, ezt fel kéne egy kicsit upgrade-olni, mi kell hozzá? Leatherhide. Iron. Hát se ironunk nincs, meg se lödörünk, az a nagy probléma. Ez eléggé problémás. Viszont kirakom ezt a gyémántot, a diamondomat, hogy nehogy elveszítsem. Meg még mit rakjuk ki? Ez micsoda? Ó, ja, itt van a izé. Pont ilyet akartam kaptolni erre, meg volt a mobnál. Ezt is kidobom. Ja, és akkor nézzük meg ezt a potion-t, hogy be tudjak menni a... Ugye ez mi kell? Micsoda? Duck feet. Kacsaláb. Liver meg water. Mi a szar az a liver meg kacsaláb az meg mi a túró akar lenni? Honnan szerezek én kacsalábot? És a virág az nem jó semmire. Ehhez meg szív kell, vér, meg virágok. Ez marha jó. Ehhez mi kell? Pamut, meg izé. Flox. Hát, ja. Igazából ilyet csinálok, és akkor folyamatosan nyomom be magamnak, az ugyanaz kb. De lehet, hogy az ugye időveszteség. Hát ilyet kellene mindenképp, csak nem tudom, ezeket honnan fogom előteremteni. Úgyhogy itt vannak problémák. Jó, hát, és meg vagyok lőve. Nézzük, mit lehetne még kraftolni akkor. Így az éjszakát el akarom ütni ezzel, és akkor reggel folytatnánk. Srácok. Majd nekiálljunk építkezni? És azon gondolkodom, hogy mit csináljunk. Nekiálljunk-e megtervezni, hogy holnap elkezdjünk-e építkezni, vagy visszamenjünk korra. Nagyon csábít az a hely. Igen, tényleg nagyon csábít. Nem tudom. Szerintem vissza fogok oda menni, még egy ilyen adag emberkét így le szeretnék farmolni, az miatt leginkább, mert kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lootokat lehetne még szerezni. Lehet, hogy ilyen, ezt a diamondot is szerintem nem lehet megszerezni máshonnan, csak lootból, és gondolom, akkor még lehetne más dolgot is. Halljátok egy kicsit? És ennek tényleg 1000 HP-ja van egy szalma blokknak? Ó, basszus. Ez sziki. Ó, és van megint 10 darab vizem. Az megint jó dolog. Visszamegyünk oda, srácok, reggel. Mindjárt reggel lesz egyébként, marha gyorsan múlik az éjszaka. Úgyhogy... És ezt még lehetne... Ja, valamit lehetett itt még upgrade-zseni, azt hiszem, hogy ezt. Nem, ezt még... Ezt már nem lehet. Mit lehetne még készítenem? Az érdekel ám. Flox kell hozzá, haj kell hozzá, ilyet tudnék. Flox haj. Szedjük már össze az izéket? Floxot meg a hajat? Van itt mindenfele. Ilyen stick, hogy mire jó gyerekek? Ó, Leatherhide. Az kell. Vér. Az nem kell, az nem kell. És itt van a flox meg a haj. Flox és hol a haj? Itt a haj. És akkor mihez kellett a Leatherhide? Ezt még fejleszteni kéne. Na, ez legyen inkább az első. Stone kell hozzá, Leatherhide és Iron. Jó, kellene szereznünk Iront, kellene Leather. Biztosan három darab Leatherem volt. Mit, hogyha többre emlékeztem volna? Meg Stone kell hozzá. Akkor, ja, oké, okay, akkor ezeket megszerezzük, srácok. Nincsen több Leatherem. Stone az megvan. Iron a marhára nincs. Olajon van. Pedig úgy emlékeztem, legyen van még. Úgy gyerekek, egy kicsit nehéz itt ránézni a dolgokra. Megint a izét nyitottam meg. Ezt próbálom, ezt a ládát. Ja, nincs más. Hát akkor ez van, srácok. Reggeledik, hajnalodik, úgyhogy megyünk.
megyünk, szerzünk Iront, meg vadászunk egy kicsit szarvasra vagy ilyesmire. Én egy kicsit el fogok csalingázni arra a falu környékére, és akkor még egy-kettő ilyen monstert lenyírunk, és akkor közben ott voltak szarvasok, azokat is lenyírjuk, és akkor azt csináljuk, hogy közben meg szerzünk Iront, és akkor így egy csapásra, egy nap alatt megcsinálunk egy csomó mindent. Ne haragudjatok, hogy egy kicsit hosszú lesz a gameplay, de én nagyon lá vagyok kockóval, és alig várom, hogy mindig játszassak velem. Úgyhogy most egy kicsit el fogom cseszni ezzel az időt. Biztos utáltok. Utáltok, hogy ilyen állandóan nem hagyom abba. Most úgy végül is úgy kellett volna, ugye szerintem egy átlag videós, az így, oké, egy nap lement, jó, és akkor következőben találkozunk, de én nem bírom ki, tényleg nem bírom ki, ne haragudjatok. Jaj, basszus, állj, stop, vissza minden! Hát elfelejtettem, hogy mit akartam még csinálni, hát hogy lenne vége a videónak. Itt van még egy ilyen izé-bizé épület, új épület, amit még nem csináltunk meg. Hol vannak az épületek? Itt a... basszus, nagyon sok iron kell a gyerekek, meg nagyon sok flux. Siege weapon-öket tudnánk csinálni. Meg ilyen siege dolgokat, mármint ilyen védelmi, meg ilyen támadó dolgok, tudjátok. Na, akkor húzásban. Flux kell rengeteg, minden kell rengeteg, iron kell, iron az nagyon sok kell. De minden esetre leather hide-ot szerzünk, elmegyünk a falu környékére, hát hogyha már egyszer. Úgyis ott láttam szarvasokat, igaz, hogy körülbelül itt ebbe az erdőbe is lenne, de akkor már. Hú, basszus, ez nagyon gyorsan felkelt ez a nap. Éhesek vagyunk. 9-es. A kiflieinket nem hoztunk, pedig volt kiflink. Készen vannak, már megsültek a kiflik, biztos gyerekek. Subi dubi. Ja, és nagyon sokszor kérdezitek, hogy fel lehet-e jönni a szerveremre? Mert ugye ez saját szerver. Ő majd fel lehet. Egyelőre még itt küzdeni akarok, mármint hogy építkezni akarok, meg minden, ugye ne az legyen, hogy publikká teszem a szervert, és akkor jönnek a trollok, meg minden. Tudom, hogy lehetne jelszó, meg ilyesmi, de egyelőre még az lesz, hogy akkor itt egy flux. Single player ezek, és akkor utána csinálunk olyat, hogy megnyitom emberek előtt a szervert. Nem mindenki előtt, mert szétlagol megint, ez is, mint ugye Unturned. Unturned én nagyon befélelte. Csináltam azt a nyírjátok ki Keeper kihívást, az tök gáz volt, hogy ilyen izé így szétlagolt az egész, játszhatatlan volt, úgyhogy egy-két emberrel valószínűleg majd ki fogunk választani olyat, azokkal fogunk csinálni ilyen multi munkát, és akkor eljátszogatunk. Na, egy-két démont le kéne nyírtani, meg szarvas. A szarvas az fontosabb, mint a démon, de hát, hogyha már erre járunk, akkor egy-két démon beesik, az se baj. Fú, nem tudom, azt a potionnek az alkatrészeit honnan fogom megszerezni, mert pedig az nagyon jó lenne. Ott egy szarvas, hogy mi az? Az mi a szar? Mi az? Nem szarvas az. Jávor, szarvas! Ilyen is van! Ne fuss el, ne fuss el! Eltaláltam, nem mi? Hogyan találtam volna? 9. Ez nem valami, nem kapkodj el gyerekek, hogy belelőttem a seggébe hármat. Igazából ilyenkor átválthatnék így, nem? Ja nem, hogyha közel megyek, akkor már beizgul. Hoppá. Szügyön lőttem. Nem tud felmenni a ide lejtőn. Kapcsold be a diffit, gyerek. Halljál már meg! 9-et sebezeten a hülye szarvason. Meghalt? Meghalt, gyorsan! Ilyenkor átváltani fel baltára, hol van? Leather hide, oké. Ne húst adjál, leathert adjál, leathert, oké, megvan a leatherünk. Jó gyerekek, megvan. Akkor leatherhoz már nem kell, ugye? Hány kellett? 6? Hú, lehet, hogy még kell egy. Lehet, hogy kell. Mennyi kellett? Nem 8 kellett? Azt is elfelejtettem. Elfelejtettem. Ott a, oké, ott a város. Itt kellene még szarvasnak lenni, nem? Nincs oda szép kis tovacska. Tovacska, vacska. Hol van egy izé? Jól néz ki a víz.
Flux. Lehet, hogy a nyuszi is ott ledölt. Az annyi van, mint állat. Na mondjuk egy szarvasnak jobban örülnek. Nyulat eltalálnám ezzel a puskával. Hány darab izénk van? Íjunk. Nyilunk. 79, úgyhogy bevállalhatok izét is, démont is, hogyha jön. Azt is leorásszuk. Egyelőre nem erőltetem akkor a bemenetelt, mivel nem vagyunk nagyon felkészülve. Van egy demon. Ott egy demon. Egy demon! Ott van egy denevér! Nem hiszem el, ott egy denevér, meg ott is egy denevér. Le tudom szedni denevért? Ezt ha eltalálom, marha ügyes lennék. Nem igaz, hát ezt nem fogom eltalálni. Viszont itt volt egy démon, azt le kellene kapnom. Merre ment ilyenben? Aha, ott van. Jó, meg volt. Addig nagyon gyorsak, megpróbálok egy láblövést. Nem, ez nem a láb miatt, hanem egy idő után elassulnak, amikor besebződnek nagyon. Ott egy nyuszi. Ezt leszedem, és akkor már tényleg ráfüggök a... Ez az. Ja, és nagy de hülye vagyok. Az összes sebzés számolja, hogyha nagyon gyorsan lőttek ott alul. Ugye már 81, már 90, én meg itt örültem magamnak, hogy olyan nagyot sebzek tökre. Váááá, wow, meg volt jó. És ott az a nyúl, ott az a nyúl, nagyon akar valamit. Nem talált. Loot. Wow. Basszus, mik ezek a cuccok, gyerekek? Istenek könnye. Meg még valami dárta, iron dárta. Basszus, itt ezeket farmolni kell ezerre a gyerekek. De farmolnék, még egyet megölöm. Ne haragudjatok, még egyet le kell varásznom, nem bírom ki. Itt mászkál egy, ezt még befogjuk. Bocsász, 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 de nem bírom ki. Jó, távolra nem lövöldözök, mert nem is látom, hogy hol van. Ó, és már itt sérülök. Ó! Nem akarom kipróbálni, mit üt ez rajtam, de lehet, hogy egy hitelne. Főleg egy armor nélkül. Próbálok valahogy úgy lőni, nem tudom, hogy felhúzom teljesen az íjat, ott is van egy ilyen démon. Ezek jó, mert ezek respawnolnak, lehet őket farmolni agyba főbe. Nagyon tuti ez a játék, gyerekek, komolyan mondom. Ezek nem tűnnek olyan nagyon kemény ellenfélnek, de szerintem, hogy bevegyek oda a faluba, aztán ám respawnol pár darab, azért az kellemetlen, itt is egy ilyen dolog, egy cipő. Leather cipő. Nem logoutolunk. Felvesszük a cipőcskénket, és akkor már marha jól nézünk ki, már van egy cipőnk, meg még egy tangában vagyunk. És akkor menjünk rá szarvasra, srácok, mert ez így nem lesz jó, kell nekem leather hide. Ott egy szarvas tökéletes, vagy valami, mi az? Ló nincs a játékban? Nyuszi szarvas. Oké, a szarvast azt megtámadjuk. Ez egy ilyen hagyományos szarvas. Ez egy ilyen default szarvas. Megvogott. Hoppá, de nagyon fut ez, gyerekek! Örömled volna, ha eltalálom, mi? Ezt be kéne cserkésznem. Nem látom, hogy hol van. Ó, itt van. Segbe lőjük. Oh yeah! Nagyon jó, egy idő után belassulnak. És az íjászkodást, ezt nagyon bírom. Seglövés. Ass shot. Hold on. Meg is halt! Ne, gyorsan. Fat! Ne! Nem lesz ledőr! Ó, nem lett ledör.
Azt a franc tegye meg. Akkor e... Hát ennek nem örülök. Ennek nem örülök, srácok. Kéne még egy darab akkor. Nem tudom, basszus, nem jegyeztem meg, hogy hány darab kell. Ott van egy szarvas. Jó, van bőven populáció, állatpopuláció, úgy látom. Menjünk aztán, azt még... mi ez a szakadék? Ezt még legyilkoljuk. Viszont annyi húsom lesz, hogy nem nagyon kell kajáznatnom, vagy kajára gondom nem lesz. Ó, ott itt volt egy szarvas, nem? Ott van a pokor mögött. Feltaláltam. Hoppá, megrugott a gép, megrugott gyerekek. Szarvas, nem? Nem láttátok? Pörgessétek vissza, megrugott. Komolyan mondom, hogy indult el, hogy pörögtek a lábai egy darabig. Eltaláltam, eltaláltam. Az az érdekes, hogyha itt távol maradtak, akkor ilyen tök lassúak, de hogy mit csinál? Fejreállt. Nem, hogy legelészik, ne vagy már. Hát ilyen jó el vagy. Koma. Hoppá, ez nagyon hamar meghalt megint. Gyorsan ledör, egy darab ledör, vagy kettő ledört adjál. Aha, akkor ezek szerint, de. Mondom, ez nem, ez sem, nem ad lőrt. De kettő megvan, úgyhogy biztos, hogy meg vagyunk. Még kiütöm belőle, amit lehet. És akkor húzunk haza a gyerekek. Ja, nem húzunk haza, hanem kellene Iron. Az Iron az meg valahol itt van ezt. Azt is nagyon hosszú ez a gameplay, utálni fogtok. Uráltok érte, ugye? Hú, éhesek vagyunk, 9-es. Egy játékra nem kockultam ennyire rá, mint erre a gémre, srácok. Eddig. Kivéve a Spin Tyrese-re. Jó, meg a Seven Days to Die-ra. Seven Days to Die-ba volt vagy 50 rész. Aztán most ez most nagyon így leköt. És az a durva ezzel a játékkal kapcsolatban még. És azt nézem, ott a hegyen túl, ott nincs valami. Hogy ebben a játékban nagyon-nagyon sűrűen jönnek a patchek, és azokat is folyamatosan fogjuk kipróbálni. Jaj, gyerekek, nagyon messze vannak ezek a ilyen kinyerő helyek egymástól. Például ugye az Iron, meg a kő, meg az olaj, minden egyre megvan a helye. Igazából ez miatt lenne jó például ugye a multiba játszani, és akkor így megbeszélnénk, hogy te elmész, gyűjtesz Iront, én elmegyek követ gyűjteni, te olajat, és akkor találkozunk, mit tudom én, este, reggel meg elmegyük farmolni a hármasba egy zombikat. Zombik azok? Valami olyanok. Csákánya kéne vasat gyűjteni, ugye? Az meg így nem lenne rossz. Hú, milyen csúvantunk. Hányat lehet kiszedni belőle? Jó, nem tudni, várjatok. 84... 100-at? Aha, 101-et. Jó, basszus, arra is volt még Iron. A falunak a túloldalán, mégis mindegy. Ez a látótávolság, ez nagyon beteg. És ugye gondolom ez még egy ilyen kicsi világnak számít, és ugye ahogy fejlődik majd a játék, akkor egyre nagyobb lesz. Én ennek a játéknak tudti gyerekek, hogy rajongója leszek, meg vagyok, meg minden. Ez iszonyatosan jó. Egyiket nem élveztem ennyire. Egyiket sem. Na jó, most lett azért 300 darab Ironunk, amit majd kisütögetünk. Ezért azt az ostrom gép műhelyt azt nem hiszem, hogy meg fogjuk nagyon csinálni ma, mivel az már nem fog beleférni. Inventory közben nem tudunk futni. Tudunk sétálni, gyerekek, tök jó. Futni nem tudunk, de sétálni, igen. Ez hogy mire jó megint, ez, ebből lehet valami, ezekből valami jó dolgot kraftolni. Ez micsoda fett? Ó, van fetem. Fettből lehet csinálni egy csomó dolgot, például ilyen kis lámpást, ilyen kis asztali lámpást. Tudom, hogy flax kéne, majd eljövünk, aztán gyűjtünk, most nem fogok ezzel, most nem foglalkozok ezzel, mivel elcseszem bele csak az időt. Megint sötét lett, megint éjszaka lett. Egyébként nem annyira zavaró, hogy sok az éjszaka, legalább a hátozatos. Meg ugye, hogy az éjszakát mindig el lehet ütni kraftolással, az ember meg napközben elmegy így szedegetni, gyűjtögetni.
Iron, vagy ez steel csákát, meg steel fegyvereket is, meg mindent kellene majd craftolnom magamnak, hogy azzal, hogy tudjak dolgozni, azzal azért jobban lenne a munka. És ott a szélmalom, meg minden, a látótávolság tök jó. Subi-dubi, subi-dubi. Na. Hazamegyünk, mit is csinálunk? Felfejlesztjük a kovács üllőnket, és akkor következő gameplaybe azt tervezem, már azon gondolkozok, hogy mit csináljak. Szerintem, srácok, a következő gameplaybe megpróbálunk összeszedni annyi alapanyagot, hogy legyen meg az ostrom gép műhelyünk. Én ezt így tervezném. Hát, pont jókor értünk haza. És akkor nézzük, mi kell, megvan minden hozzá. Ó, valami hiányzik. Ja, az Iron. Hülye vagyok. Bocs ez. Ne! 30 vagy 28 darab vizék lett. Vizgentjük. Hol van az Iron? 28 darab kifrit csináltuk, srácok. Az azért kemény, nem? Jó, akkor menjen mind a kettőbe az Iron. Rakunk be egy kis fát is neki. Úgy. És ebbe is megy az Iron. Nincs bent tüzelőanyag. Jó, rakok be fát. Iron bedob, és akkor ilyenkor már ugye csinálja. Nem kell begyújtanom, csinálja, jó. Ez is csinálja. Ez is csinálja. És hány darab kell belőle? Azt is el. 8 darab. Ja, és 5 darab Leatherhide kellett volna. Jó, hát ez hülye voltam, egy kicsit összeszedtem egy csomót. Na mindegy. Tudok lámpást csinálni. A lámpást azt lehet, hogy kellene. Ez hol lehetett? Azt hiszem, hogy azt a crafting table-ömen. Volt itt valahol egy lámpás dolog. Ja, de most már egy csomó fajta lámpást tudnék. Itt van például gyertyatartó Ironból. És mi volt az, amit nem tudtam megcsinálni? De csinálni akartam ilyen. És ebből csak fed kell. 5 darab. Csinálok egy ilyet, hogy ki milyen mégis, hogy néz ki, gyerekek. És itt van Iron. Nom. Iron. Nom. Ott van az Iron. Nom. 8-as. Hogy néz ez ki? Azt mondja, mekkora fénye van. Hú, hát ez nagyon fénye van, mint egy fakjára. És ezt akár le tudom rakni, gyerekek. Nem nagyon úgy tűnik. Ez ilyen mászkálós, vagy mi? Ez dobom a földre, mi lesz? Ide lerakom a polcra. Tink! A világ itt az ott is, gyerekek, ez tök jó. Csak egy kicsit olyan fura. Na, hogy kell ezt felvenni? Nehogy ne tudjam felvenni, menj onnan. Jaj, ne! Meglövöm így jön. Nem találtam el, na nehogy. Ez nem nagyon akar orrébb menni. Nem tudom felvenni, gyerekek! Q-val lehetne kollektálni, de rá kéne néznem, de nem veszik fel. Hát ez kár volt ledobnom, srácok. Ez nagyon fail. Jaj. És ez lehet, hogy el is fog veszni, ugyanúgy, mint amikor fákert ledobjátok. Ez csak ilyen idején, ilyen kézbe tartható cucc. És ugye gondolom, ez nem olyan, mint a fákja, hanem ez lehet, hogy örökké éget volna. Én meg frankon ledobtam, hát nem tudom felvenni. Hát ez jó, hogy kicsesztem magammal. Most szépen világít, lehet, hogy egy jó után majd nem fog. Na, együnk egy kifit, nézzük meg, hogy ez mennyire tölti itt a HP-nkat, meg mindenünket, meg a olyan szintünket. Hú, de jól néz ki. 1000 kalóriát dob rajtunk elvileg. Az nem tudom pontosan mennyi. Nézzük meg, hogy mennyi Iron sült ki közben. 2 darab. Meg még a 8 darab kell összesen, úgyhogy mindjárt meg lesz. Azt még várjatok meg velem, srácok, hogy felfejlesztem. Hát igen, ennyit töltött, egy ilyen negyedét. Negyede kajaszintet feltöltött, úgyhogy az nem annyira rossz. Ezt lehetne fejleszteni tovább? Ezt már nem lehet. Megnézem, miket lehet fejleszteni, aztán akkor úgy. Ez se lehet. Végül is egy kutom mit is lehetne. Ezt sem lehet. Ezeket nem lehet. Akkor csak már ezt lehet felfejleszteni, és akkor gyakorlatilag mindent meg tudunk csinálni, meg ugye még akkor tud a Siege Weapon-ös dolgot
azt megcsináljuk a következő gameplay-be, hogy ilyen siege vapor-öket tudjunk gyártani, és akkor az lesz utána már, hogy elkezdjük akkor építeni a bázisunkat. Szupi. Iron? Van már Iron? Ó, van Iron, és akkor elvileg megvan a 8 darab, és felfejlesztem ezt a kovács műhelyemet. Gyerekek, tudjátok, mi lenne jó, hogy úgy csinálni meg, hogy lenne a várban kovács műhely, meg minden, nem így összeszorva minden, hanem úgy. És egy perc, és meg vagyunk, srácok. Nem én voltam, evett a karakterem. Ez úgy, de csúnya, komolyan mondom, ez rettenetesen néz ki ez a kecó. Kőből meg fából kell építkezni, nem ilyen iszonyat ronda dolgokat. Tök jó itt a fa, nem? Egy ilyen fa alá építkeztünk. Nézzük meg, ezt itt van még. Még így van, de nem tudom felvenni ilyen hülyeséget. Hú, kicsesztem magammal. Jó, hát akkor ott világít, aztán kész. Legalább ne oda dobtam volna, hanem ide középre, vagy valahol ide. Na, hogy állunk? 10 másodperc. És azt tetszik, hogy változik a kinézete is mindig. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Kovács műhelyem. Na. Hát, kaptam mellé egy köszörűt, egy fújtatót, meg egy-két könyvet, meg ilyen hülyeségeket. Na nézzük akkor, mi van még itt újdonság. Ez szerintem nem volt. Hú, basszus, itt fegyverek iszonyat sok lett. Warhammer, meg ilyenek, ezek nem voltak itt. Dodger. Volta, ezek nem voltak itt. Fegyvereket kaptunk igazából, úgy látom, hogy más nagyon nem. Ezek már voltak. Jó, és akkor tovább nem is lehet fejleszteni. Jó, akkor srácok, akkor következő rész, miről fog szólni? Megcsináljuk a Siege Weapon-ös, Siege Worker vagy Working műhelyemet. Azt szerintem valami hatalmas lesz, mert rengeteg anyagköltsége van. Ez micsoda? Ami ugye itt van, ez szerintem valami tényleg marha nagy lesz. Nézzétek meg, mennyi cucc kell hozzá. Flaxból kell csak 400, úgyhogy gyűjtögetés lesz bőven. Wood kell hozzá 850, meg Iron, úgyhogy az Iron-t is útba fogjuk ejteni, meg akkor farmoljuk közben ezeket a zombikat, vagy ezeket a nem is tudom miket, démonokat. Na jó, elbúcsúzom, remélem nem gond, hogy ilyen rohadt hosszú lett ez a gameplay, tényleg ne haragudjatok érte, de nagyon rá vagyok kockó erre a játékra. Kíváncsi vagyok a véleményekre és a kommentekre, hogy miket írtok, és ezeket ugye megint be fogom építeni a játékba. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!